magukat látják. Acél Réka vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Sokan jönnek, érdeklődnek, népszerű Baranya a befektetők előtt. Lángolt az épület, tűz pusztított Pécsen. Katonai expedíciós túlélőtábor. Többféle tábort szervez az Élményzóna Egyesület. A parlagfű pollenjei már megjelentek, azonban az igazi pollen szezon még nem érkezett el. Nyugat-európai befektetők érdeklődnek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál, tudtuk meg a gazdasági önkormányzat főtitkárától. Olyan cégek képviseletében, akik bővíteni szeretnék itteni termelésüket, vagy új üzemet nyitnának itt. Rab Szabolcs azt mondja, vonzó gazdasági környezetet tud biztosítani nekik hazánk, és azon belül Baranya, ezért fektetnének be nálunk. Van befektető érdeklődés Baranyában, mondta stábunknak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára. Rab Szabolcs két konkrét példáról beszélt. Az egyik egy már helyben a térségben működő gépipari vállalkozás, külföldi tulajdonú, a helyi vezető, facility manager, járvezető hívott föl, hogy hát fejlesztést tervez a külföldi tulajdonosi kör, és mindezt a Vármegyében található telephelyre, ez egy milliárdos fejlesztési terv, úgyhogy elkezdtünk erről beszélgetni, értesítettük a HIPÁ-t, a Magyar Befektetési Ügynökséget, akik ugye saját állami kormányzati forrásból támogatják ezeket a befektetéseket. A szakember azt mondja, érdekes, de nem meglepő, hogy sok külföldi üzletember keresi meg őket, akiknek vonzó a helyi befektetési környezet hazánkban. Egyre több német, osztrák, francia, dán, holland befektetővel tárgyalunk. Legutóbb négy német üzletemberrel beszélgettünk, estében nyúlóan, akik elmondták, hogy hát a német gazdaság akadozik. A németek által végrehajtott szankciós politika az egyre nehezebbé teszi az ő munkájukat, Távol-Keleten van gyáruk, úgyhogy lehet, hogy a térségbe fognak gyárat építeni, megtöltik tartalommal, hozzáadott értékkel, és számítanak természetesen a rendkívül felkészült magas minőségű munkaerőre, és mindarra a támogatási konstrukcióra, amit a magyar kormány tud nyújtani. Ez a második cég is a gépipar területén dolgozik. Neveket még nem árulhat el a kamarai titkár a két befektetőről, még folynak az egyeztetések, megbeszélések. Rab Szabolcs szerint a példák is mutatják, hogy folyamatosan érdeklődnek az üzleti befektetők hazánk, és a térségünk adta lehetőségek iránt. Magyarország, Baranya vármegye az továbbra is a befektetők célpontja. Nagyon elégedettek az itt működő külföldi cégek, mind az adózási politikával, mind a magyar munkaerővel. Úgyhogy ezt a munkát, ezt továbbra is erőltetni kell, aktivizálni kell. És természetesen, ha jön egy közepes, nagy, kicsi külföldi befektető, akkor a legfontosabb szempont, hogy a helyi vállalkozások megtalálják a partnerséget. Úgyhogy mi minden ilyen esetben most már 6-8 éve kooperációs egyeztetéseket szervezünk. Ezeken megismertetik a jól működő magyar cégekkel a befektetőket, és afelé terelik őket, hogy működjenek együtt, illetve minél több szolgáltatást vásároljanak meg innen a hazai cégektől. Sajnos a politikai csatározások egyik témája a befektetők és a befektetések, mondja a kamarai vezető. Hogyha elfelejtjük ezt az őrült politikai mázat, ami akár külföldről, akár itthon, akár a befektetési ügyeket körbeveszi, akkor nézze mindenki körül, számolja meg, hogy Magyarországon hány régi, hány új külföldi befektetés van, indul. Nem csak távol-keleti, német, amerikai. Meg kell nézni a vegyes kamarákat, hogy micsoda erőfeszítéseket tesznek, hogy minél több befektetést hozzanak ide. Magyarország biztonságos, nyugodt, természetesen, ami nem feltétlenül jó, a magyar munkaerő egyelőre olcsóbb, mint a külföldi munkaerő, de hát ebben azért egy nagyon komoly felzárkózás, fejlődés van. Nagyon jó a logisztika, van autópálya, amit térségünkben tovább építenek, de a légi közlekedésben is új lehetőségek nyíltak. Ezek pedig olyan szükséges infrastruktúrák, ami egy befektetőnek nagyon fontosak, zárta Rab Szabolcs.
Kigyulladt egy lakóházak közé épített 60 négyzetméteres melléképület hétfő délelőtt Pécsen, a Szent Borbála utcában. A tűzoltók három vízsugárral tudták megfékezni a lángokat, amik tovább terjedtek a szomszédos épületre. A terep átvizsgálása után kiderült, akár nagyobb baj is történhetett volna. Elszenesedett fekete deszkák, deformált, megrongálódott fémtartók, ennyi maradt a hétfő délelőtti tűz után Pécsen a Szent Borbála utcában. Egy kétszintes családi ház melléképületében keletkezett tűz, aminek az oka vélhetően amiatt volt, hogy a tulajdonos nyílt lánggal használó munkát végzett, és a közvetlen közelében található gyúlékony egy eszközök, berendezési tárgyak, illetve tűzifa kapott lángra. A tűz keletkezésekor ketten tartózkodtak az épületben, ők szerencsésen ki tudtak menekülni, sérülés sem szenvedtek. Ami probléma volt, hogy a tűz az tovább terjedt a családi háznak a homlokzatára is, ott a szigetelés megolvadt, illetőleg a szomszéd ingatlannak a melléképületére is, ott 10-15 négyzetméteren égett a tetőszerkezet, illetőleg ott is lángra kaptak a berendezési tárgyak. Külön veszélyforrást is rejtegetett a melléképület, szerencsére azonban nem történt tragédia. Négy gázpalack is volt abban a mellékhelyiségben. Pécsi hivatásos tűzoltók három tűzoltógépjárművel vonultak a helyszínre, és három sugárral meg is fékezték a lángokat. A gázpalackokat szerencsére tűz nem érte, illetőleg nem is kellett hűteni őket, tehát gyakorlatilag sérülésmentesen ezt megúszták ezt a helyzetet. Személyi sérülés nem történt, ahogy említettem, illetve a családi ház az lakható maradt. Ennek az esetnek is az a tanulsága, hogy veszélyes a nyílt láng használata, ezért figyelni kell erre, mondja a szóvivő. Nem is csak a meleg miatt, hanem egyébként a nyílt láng használatával végző tevékenység során alapvetően figyelni kell arra, hogy milyen környezetben végezzük. Az is fontos, hogy milyen állapotban végzi az ember. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nyilván a meleg hatására is könnyebben lángra kapnak a dolgok, de főleg, hogyha gyúlékonyak vannak, akkor tulajdonképpen az időjárástól független ez. Ezt kellő odafigyeléssel kell végezni, fel kell készülni arra az esetőségre is, hogyha valami lángra kapnak, akkor el kell tudni oltani. A katasztrófa védelem közlése szerint a tulajdonos a melléképületben hegesztett, a hegesztés környezetében lévő anyagok meggyulladtak. A melléképületben eszközök, berendezési tárgyak és tűzifa égett. Rövid híreink következnek. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt rendelt el nyomozást a képen látható 22 éves aranyos gadányi férfi ellen. Mint beszámoltunk róla, a rendőrség szerint 31 éves barátnőjét és egy 18 éves férfit szúrt meg többször egy komlói lakásban, akik életveszélyes sérülést szenvedtek. Ezután elmenekült a helyszínről. A rendőrök elfogató parancsot adtak ki, és hajtóvadászatot indítottak a támadó ellen, akit július 15-én nem sokkal évfél előtt fogtak el a fővárosban a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai. A férfit előállították a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányságra és őrizetbe vették. Elszámoltatása jelenleg is folyamatban van. Az elkövető kézre kerítése érdekében nyújtott segítségét ezúton is köszönjük a lakosságnak, írja a polisz.hu. Az extrém hőhullám Pécs és a környező települések vízfogyasztására is hatással van, de korlátozásra, tartós vízhiányra idén sem kell számítani. A város ivóvízellátásának biztonságát felelős, körültekintő felhasználás esetén nem befolyásolja rendkívüli meleg. A hálózat bírja a terhelést, a Tettye Forrás ZRT felkészült a vízellátó rendszer fokozottabb igénybevételére, írja közleményében a cég. Egy átlagos napon Pécsen és környékén 22-23 ezer köbméter vizet használunk el. Ez a fogyasztási igény a hőhullám alatt tartósan emelkedett, de továbbra is kiegyenlített. A rekordmeleg júniusi és júliusi időszak 23.940 köbméteres napi átlagfogyasztása csak kevéssel haladja meg az éves átlagot. A nyár első másfél hónapjában összesen több mint 1 milliárd liternyi víz fogyott a hálózatból. Az eddigi csúcs június 21-ére esett, amikor 26.600 köbméter fölé kúszott a fogyasztás.
Idén is zajlanak az Élményzóna Egyesület szervezésében a különböző nyári táborozási lehetőségek. A Pannon televíziós stábja a katonai expedíciós élménytábort látogatta meg. Ebben általános iskoláskorú lányok és fiúk is részt vesznek és ismerkedhetnek meg a katonai élet érdekes, kihívást jelentő életével. Mindez pedig a PTA botanikus kertjének erdős, bokros részében tehetik meg a nyár folyamán. Ezek az iskolás fiúk és lányok úgy tűnik, jól érzik magukat a katonai expedíciós táborban. Rendkívül változatos feladatokkal ismerkedhetnek meg játékos formában, igazi felnőtt katonák segítségével az Élményzóna Egyesület szervezésében. Van olyan gyerkőc, aki már többféle táborban járt, de idén próbálja ki először a katonait. Jól érzem magamat, és azért jöttem, apukám akarta, és még azért, mert tetszenek a fegyverek, és majd talán a katona munka az egy esély, hogy majd talán, amikor nagy leszek, akkor lehet, hogy egy katona leszek. Balra át! Nekem eddig az aknás rész tetszett, megnéztük még ott a fegyvereket, és most egy akadálypálya fog jönni. Ebben a katonai táborban általános iskoláskorú lányok és fiúk is részt vehetnek és ismerkedhetnek a katonai élet érdekes, kihívást jelentő életével. Többek között találkoztatnak olyan feladatokkal, amelyeket később a civil életben is felhasználhatnak, ilyen például az első segélynyújtás, a csomókötés, a menedéképítés vagy a tűzgyújtási technikák, mondta Horváth András, az Élményzóna Egyesület elnöke. Éppen a katonai akadálypálya van, ahol mondjuk egyik helyen végigmennek egy aknamezőn, a másik helyen egy speciális és A pontból B pontba el kell jutni és leküzdeni a katonai akadálypályát. A harmadik az egy fegyverbemutató, úgynevezett fegyversimogató, és a negyedik pedig az airsoft lövészet, úgyhogy lőnek is a gyerekek, egyébként nem egymásra, hanem célra. Nem a katonai életnek a megtapasztalása itt az a lényeg, hanem egyfajta katonáskodás. Mindenki gyerekkorában szeretett versenyezni, vetélkedni, azt itt megtalálja, ráadásul mi az élményzónás táborokban pedig általában az együttműködésre, a bajtársiasságra és a probléma megoldásra is fektetünk hangsúlyt. A szülők jelzését, kérését is figyelembe veszik, mivel a gyermekek jelentős része folyton csak nyerni szeretne, nem tudják milyen veszíteni, ezért a kudarc tűrő képességük szinte teljesen hiányzik. Itt ezt is megtanulják. A PTE botanikus kertje pedig kiváló természetes terep számukra, teszi hozzá Horváth András. Bizony, itt a katonai expedíciós túlélőtáborban vannak versenyek, és nem titkolta, nem csak együttműködésre épülő játékok vannak. Mi nem féltjük annyira a gyerekeket, a szülők bíznak bennünk, a szülők se féltik a gyerekeket, és pont ezekre a kihívásokra van szükség, hogy az életben majd úgyis megtapasztalják, hogy bár megtesznek sok mindent az élet minden területén, akár a tanulásban, akár a sportban, de hogyha beleteszik magukat teljesen, akkor is érhetik őket váratlan kudarcok, nem biztos, hogy mindig nyernek az adott mérkőzésen, az adott játékban, az adott sportágban, és ez bizony egy próbatétel számukra. 2005 óta létezik az Élményzóna Egyesület a PTE keretein belül. A táborokat 2016 óta szervezik. Ez alatt az idő alatt több tízezer gyerek megfordult a táborokban, sőt volt olyan is, amikor egy iskolai kalandnap alatt 660 iskolás vett részt a programban, fűzte hozzá az Egyesület elnöke. A táboroknak a legeslegelején vannak úgynevezett közösen kialakított szabályok a kalandtáborokban, és egyébként az angol kalandtáborban is. A katonai táborban pedig még nagyobb a fegyelem, ott pedig vannak általunk meghatározott szabályok is, nem csak közösen kialakítottak, hanem amit elvárunk a gyerkőcöktől, mert azért a katonai tábor mégiscsak egy kicsit szigorúbb, mint a többi. A szülők ezt várják, igen, amikor elesik a gyerek, akkor ne az legyen, hogy sír, meg egyébként nyugodtan sírhat, de katona dolog, tehát szokják meg azt, hogy katona dolog, hogy nem történt semmi akkora nagy probléma, nincs itt a világ vége, föl kell, letisztítja, leporolja, és természetesen van nálunk elsősegély nyújtó felszerelés is, és képesek vagyunk rá, úgyhogy, de nem volt idáig semmi. Ötnapos turnusokban lehet táborozni, nem csak a katonai expedíciósba, hanem van kalandtábor, mely angol nyelven is lehetséges, és pályaorientációs tábor is. További információ az élményzona.hu weboldalon érhető el. Az elmúlt évekhez képest eddig a csapadékosabb és melegebb nyár kedvezett a parlagfű növekedésének, így annak pollenjei már több helyen megjelentek a levegőben. Azonban az igazi pollen szezon még nem érkezett el. A Baranya vármegyei tisztifőorvosnál járt stábunk.
A legutóbbi pollenadatok a múlt heti mérés értelmében Pécsen is azt mutatják, hogy még nincs igazi pollen szezon. A tipikusan klasszikus pollenek közül egyedül a csalánféléknek középmagas a koncentrációja. Amit még sikerült mérni, az az uti fűfélék és a pázsit fűfélék, melyeknek alacsony a koncentrációja, azonban van már magas pollen koncentrációi növény is, tájékoztató dr. Kassai Veronika, Baranya vármegyei tisztifőorvos. Magas egy bizonyos kültéri allergén gombának a koncentrációja, amit mindenkit érdekel, az a parlagfű, annak még alacsony a koncentrációja, de várhatóan, ahogy egyre szárazabb az idő és melegszik, a parlagfű szezon is elérkezik, valószínű, hogy már a hónap második felébe, vége fele bizony jelentős koncentrációt fogunk mérni. A parlagfűérzékenyek már most kezdjék el szedni orvosaik által felírt gyógyszereiket. Hívja fel a figyelmet a tiszti főorvos. Akinél már a tünetek jelentkeznek majd, ugye orfolyás, orviszketés, szemviszketés, azok forduljanak orvoshoz, és hát kezdjék el szedni a gyógyszereket, mert jelentősen lehet ezeket a tüneteket mérsékelni, és hát az életminőségük is sokkal jobb lesz, illetve hát a súlyosabb tüneteket meg lehet ezzel előzni. Aki tudja magáról, hogy allergiára hajlamos, az lehetőség szerint kerülje az olyan zöldövezeteket, ahol a parlagfű, illetve az allergiát okozó fűfélék megteremnek. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Újra gyűjtik a búzát, jótékonykodnak a gazdák. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei szervezete, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK, Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. Együttműködésében idén is megszervezi a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program soron következő Baranya megyei búzagyűjtő napját. A rendezvény időpontja július 26-a péntek 11 óra, a rendezvény helyszíne Somberek. Folytatódik a vízi közmű fejlesztés utáni burkolat helyreállítása Siklósi úton. Július 17-én szerdán reggeltől várhatóan július 31-ig a Siklósi út Északmegyer dűlő és a Tüskésréti úti kereszteződésben a csomópont nyugati oldalán félpályás lezárás mellett folytatódik a burkolat helyreállítása. Az első ütem munkálataival korábban végeztek, így ennek köszönhetően várhatóan a hó végére megszűnik a forgalomkor. Korlátozás a csomópontban. A forgalomkorlátozás során az 58-as útról az Északmegyer dűlőbe csak északi irányból lehet behajtani. Az 58-as úton déli irányból érkezők az Árpád felüljáró alatt visszafordulva tudják az Északmegyer dűlőt megközelíteni. A Tüskésréti útról a Siklósi úti csomópontban csak jobbra a belváros felé lehetséges a kihajtás. Az egyenesen és a balra kanyarodó sávok továbbra is ki lesznek zárva a forgalomból. Gyakrabban közlekednek a Tükebusz ZRT egyes jelzésű járatai szombaton az Azaria koncert idején, jelentette a Tükebusz. Várhatóan jelentősen megnő a Pécsi Expo Center látogatottsága július 20-án, a szombat estére tervezett Azaria koncert idején vélik. A Tükebusz ZRT fontosnak tartja, hogy a pécsiek július 20-án szombaton a koncertet követően kényelmesen, biztonságosan térhessenek haza. Az egyes járatok az esti órákban gyakrabban közlekednek, a várható nagy utasforgalomra tekintettel a vonalon nagy befogadó képességű csuklós autóbuszok szállítják majd az utasokat. A régió híreivel folytatjuk. A hétvégén 50. alkalommal rendezték meg a nagy kultuszú Gemenc nagy díj kerékpáros versenyt. A viadalon 15 ország, 19 csapata vett részt. Az összetett verseny két szakaszból állt, szombat este pedig következett a szekszárdi kritérium gála körverseny. Nagy küzdelemben tekernek a bringások, pénteken és szombaton rendezték meg a nagymúltú Gemenc nagydíj kerékpáros versenyt 50. alkalommal. Kettő szakasz, ugye az összetett versenyről beszélek, amikor volt pénteken egy 160 kilométeres szakasz, akkor elmentünk Kölesd irányába, tulajdonképpen Medina, Szedres és akkor úgy Kölesd. Kőkemény meleg volt, nem irigyeltem a srácokat, viszont nagyon nagy átlag jött ki, 45,3-as átlagot hajtott a győztes.
a ma délelőtti szakasz pedig Szálkának ment, ugye a Sárközt érintettük, és akkor úgy Szálka szintén háromszor föl a Szálka emelkedőn, és a legvégén pedig fölvittük őket a Kálváriára, hogy jó lessen. A nagy díj leglátványosabb része a szekszárdi körverseny volt. A biciklisek 45 kilométeren 35 kört teljesítettek. Ez egy nagyon nehéz szakasz itt a Macskakövön fölfelé, Garai tértől Béra térig. Elmegyünk a Vármegye háza mellett, amit mögöttünk itt láthattok. Ez egy brutális nehéz, mert itt az ember lába nagyon megáll. Azt gondoljuk, hogy eljutottunk a célvonalig, és akkor már innen könnyebb lesz, és nem lesz könnyebb. Tehát egészen itt a bíróság épülete, az a vízválasztó, onnan egy picit megkönnyebb az ember, viszont lefelé meg nem tudsz pihenni, mert lefelé meg 60 fölött megy a mezőny. A körversenyt az olasz Matteo Zurro nyerte. Összetettben pedig a szlovén Mihály Steiner diadalmaskodott, miután az eredeti összetett győztes Tilen Fingst és csapata az Adria Mobil nem állt rajthoz a körversenynél, így őket kizárták. I feel very happy. I did quite well. Nagyon boldog vagyok, jól teljesítettem a hétvégén, ahogy a csapattársaim is. A végén szükségünk volt egy kis szerencsére is, de így alakult. We needed a little bit of luck, but yeah, it is what it is. A legjobb magyar versenyző Gönczi Gergő lett. Tegnap nagyon erősen mindenféle feladatot láttam el a csapatban. Kontrolláltam a szökéseket, összehúztam a veszélyes támadásokat, sprinthajrát vezettem föl, hegyi hajrát vezettem föl, kulacsokat hordtam, úgyhogy amit meg lehetett tenni a csapatért, megtettem. A versenyt megelőzően szekszárdi önkormányzati képviselő koszorúkat helyeztek el a szekszárdi kerékpársport meghatározó személyeinek sírjainál. A mai nap pedig itt a temetőben egy olyan kegyeletnek a lerovásáról szól, amely a sajnos már korábbi években elhunyt kerékpár sportolóknak állít egy kis emléket. Tisztességgel adózzunk azoknak, azon személyek előtt, akik annak idején ennek az 50 év történetének talán a legszebb lapjait írták a szekszárdi sport életében. A jubileumi nagydíj a versenyigazgató Stei Gábor szerint jól sikerült, reméli, hogy jövőre is meg tudják rendezni a viadalt, immár 51. alkalommal. Idén sem telhetett el a július zombai lovasnapok nélkül. A rekkenő hőség nem kímélte a versenyzőket, valamint jószágaikat. Ennek ellenére kitartóan küzdöttek az elismerésekért. Idén 23. alkalommal rendezték meg Zomban a kétnapos fogadhajtó összecsapásokat. Hirnikül György, a Zombai Lovas Klub Egyesületének elnöke beszélt a program népszerűségéről. Megjelentek nálunk világbajnokok, Európa bajnokok, a fogadhajtás legendái, amire nagyon büszkék vagyunk, nagyon szerettek ide járni mindig, és megpróbálunk megfelelni azoknak a hagyományoknak, amiket az elődeink ránk hagytak. A küzdelem hétvégén nagy kihívást okozott az időjárás. Szervezők és versenyzők egyaránt dolgoztak azért, hogy mindenki épségben, biztonságosan tudjon versenyezni. 40 fokos kánikula, mindent megtettünk azért, hogy a lovak jól érezzék magukat a lehetőségekhez képest. Lómosot alakítottunk ki, többször voltak napközben mosva, a büfé üzemelt, hideg italok voltak. Tehát úgy nézem, hogy azért át tudtuk vészelni ezt a napot. Nagyon nehezen sikerült ezt végigtenni. Tehát lehetett látni ezt a lovak teljesítményén is, hogy ebben a nagy kánikulában nehezebben koncentráltak a hajtók is, a lovak is, de túl vagyunk rajta, és örülünk neki, hogy ez a nap lejárt. Este lesz egy kombinált hajtás, 22 órakor kezdődik, annak körülbelül 1:30-ig fog tartani hajnalba, és holnap pedig egy ügyességi verseny lesz, szabadidőlovas megméretetés, ahol 165 start lesz, ugyanilyen nagy melegben. Ez egy igazán komplex, több tényezős tevékenység. A sportolóknak nem csak saját maguk edzettségével kell foglalkozniuk, hanem a lovakéval is. Ez egy olyan sport, ami több éves rutin szükséges hozzá. A hajtóknak is kell ez a rutin, de hiába van neki jó rutinja, amikor egy kezdő fogattal megy. Tehát az is több év kell ahhoz is, hogy az a fogat és a hajtó összeszokjon. Itt lehetett látni nagyon régi hajtókat, fiatal lovakkal. Ők se tudtak most brillírozni, de viszont vannak rutinos lovak, idősebb hajtókkal, akik viszont hozták a tőlük elvárt eredményt. Harmadik helyezett,
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője tűzte fel a szallagokat a legjobbakra, és adta át a trófeákat a büszke helyezetteknek. Ezúttal nem egy, hanem három este várta a közönséget a Cirkuszok éjszakája Balatonlellén. Az idén 30 éves Magyar Nemzeti Cirkusz mintegy 70 fős társulata két órás műsorral készült. Lovas produkciót, artisták bemutatóját és papagájrevűt egyaránt láthatott a publikum. Ciao! Alessio és egyik papagája Cleo többféle módon is köszöntötte stábunkat a Cirkuszok éjszakáján. High five! Alessio több madárral dolgozik együtt műsorszámában, de Cleo a sztár. Kettőnk közül az ismertebb a papagáj Cleo, hiszen ő nagyon sok cirkusz műsorában szerepelt már Európában. Háromszor volt a Monte Carlo-i cirkusz fesztiválon is, mesélte Alessio. Idén nem egy, hanem három este várta a közönséget a Cirkuszok éjszakája Balatonlellén, ahol minden előadás teltházas volt. Azért szoktam járni, mert így mindig ilyen különleges műsorok vannak, és nagyon jók, és ilyen mindenféle dolgokat csinálnak. Most ha van időd, akkor föl tudod dobni, és elkapni. Próbáld meg. Egyet föl, úgy, nagyon jó. Az ünnepi műsor előtt az érdeklődők kipróbálhatták a cirkuszi kellékeket, így a zsonglőrködés fortéjait is megtudhatták a nézők. Flóra a buzogány zsonglőrködést próbálta ki. Ne a végét fogjam teljesen, hanem inkább itt, és hogy minél feljebb dobjam, mert akkor könnyebb utána elkapnom. És én már labdákkal ezt tudom, ezért talán könnyebb így házzal is. Kicsik és nagyok egyaránt kipróbálták a porond világát a Cirkuszok éjszakáján. Az ügyesebbek pedig a tányérpörgetést is megtanulhatták. Interaktív. Igazából a gyerekeknek nagyon jó. Meg a felnőtteknek. Meg a gyerekeknek, igen. Ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója alkalmi lovas produkcióba is hívta a közönséget. A cél az volt, hogy megismertessék és megszerettessék a cirkusz világát a publikummal. A mintegy 70 fős társulat idén különleges műsorral érkezett Balatonlellére, hiszen 30 éves a Magyar Nemzeti Cirkusz. Kubai Állami Cirkusztól érkezett hozzánk egy csoport, akik igazi szalsza hangulatot varázsolnak a porondra. Ők a világhírű Buglion Cirkusztól jöttek Párizsból, vagy éppen Alessio a kiváló papagájaival, aki a világ egyik legjobb papagájrevűjét mutatja be. De három különböző lovas produkció is látható, mongol trükklovasok, holland fríz és arab telivérek, illetve a hungarikum már nyilvánított lovas akrobataszám. Minden este élőben játszik a Nemzeti Cirkusz zenekara, és még számos kiváló produkció, úgyhogy több mint két óra élmény és szórakozás kicsiknek és nagyoknak. A Magyar Nemzeti Cirkusz előadásai augusztus végéig tekinthetők meg Balatonlellén. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Sokan jönnek, érdeklődnek, népszerű baranya a befektetők előtt. Lángolt az épület, tűz pusztított Pécsen. Katonai expedíciós túlélőtábor. Többféle tábort szervez az Élményzóna Egyesület. A parlagfű pollenjei már megjelentek, azonban az igazi pollen szezon még nem érkezett el. Szerdán egy legyengült hideg front érhet el minket, emiatt egy árnyalattal mérséklődhet a forróság, de még 33 és 35 fok között alakulnak majd a csúcsok. Északnyugaton lehet elviselhetőbb a meleg. Erős széllökések előfordulhatnak, a megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!